Sokan vagyunk olyanok, akik nem akarunk a függönymosással bajlódni, de valahogyan csak meg kell oldani a belső árnyékolást. Ebben a videóban elmondom, hogy milyen lehetőségeid vannak a függönyön kívül, és a videó végén kapsz egy kuponkódot is, amit le tudsz majd vásárolni a webshopunkban található ilyen termékekre egészen 2021. május 31-éig. Bálint Erika vagyok a tapét Karnis Kft-től. Szóval, hogyha zavarod, hogy belát a szomszéd, vagy nem akarsz folyton függönyt mosni, vagy pont olyan helységed van, ahová nem is illik a függöny, akkor tarts velem a következő 10-15 percben, mert elmondom, hogy milyen lehetőségeid vannak a belső árnyékolásban, és a normál gyári méretű rolettákat pedig azokról kapsz egy alaposabb ismertetőt. A legismertebb ilyen belső árnyékolási megoldások a normároletta, a sávroló, a plissé, a reluxa, a rafroló, a bambusz, a szalagfüggöny és a panelkarnis. Amikor először választanod kell ezek közül, akkor azt javaslom, hogy nézd meg, mekkora az ablak felületed, és ez fogja alapvetően meghatározni, hogy melyik lesz neked a legjobb hogyha az ablakodnak a szélessége olyan 120-150 cm-nél kisebb, akkor jó lesz ezek közül valamelyik rolófajta, hogyha pedig nagyobb, akkor mindenképpen vagy a szalagfüggönyt, vagy a lapfüggönyt javaslom. Mégpedig azért, mert ezeket a rollettákat általában műanyag alkatrészekkel gyártják, és ezek, hogyha Hogyha túl nagy súlyjal terheljük, már pedig egy, egy széles, hosszú ö, rolettának azért súlya van, akkor elkopnak ezek a műanyag alkatrészek, és akkor egyszerűen nem marad fent a roletta, hanem mindig lehúzódik. Hogyha mindenképpen ilyet szeretnél, akkor megoldható ez is, tehát lehet neked egészen nagy ablakodra is roletta, csak akkor az úgyis egyedi gyártás lesz, akkor mindenképpen kérjed fém fogaskerékkel és fém Akkor sokáig teljesen jó lesz. Nézzük akkor, hogy a többi lehetőség mikor, mikor a jó számodra sávroló, ezt ismerheted egyébként doppárolóként, duplarolóként, zebrarolóként, ro twinrolóként is azt hiszem, hogy láttam, tehát a sávroló az akkor jó, hogyha neked egy trendi megoldásra van szükséged, illetve azokban a helységekben, ahová tényleg nem jól a függöny, tehát irodákban, üzlethelységekben nagyon jól lehet alkalmazni. A reluxát akkor használt, hogyha egy nagyon páradús helyiséged van, vagy jó ki lehet még használni a tetőtéri ablakoknál is. De személyes véleményem, hogy a relux a nagyon-nagyon porfogó. Tehát még nekünk a, itt az emeleten volt régen az összes ablakon, és hiába volt tetőtéri, úgy megült rajta a, a por, hogy gyűlöltem tisztítani, tehát szerintem inkább mást választ, de persze, hogyha, hogyha mondjuk egy olyan üzemed van, vagy, vagy tényleg valamiért nem szeretnéd a többit, jó lehet, csak tudd, hogy azért túl sokat nem szélszerű belőle felhasználni a takarítása miatt. A következő a plissé, a pliszéd akkor tudod jól kihasználni, hogy egy különleges formájú ablakod van, tehát egy háromszög, egy kör, félkör, mégpedig azért, mert ezeket tök jól le lehet gyártani egyedi méretben, és pontosan oda fog illeszkedni, és nagyon látványosan lehet ezeket a különleges ablakokat árnyékolni vele. A, a rafrolót akkor választ hogyha fontos neked, hogy egy bájos, kedves, hangulatos otthonod legyen, mert ezt meg tudod varratni olyan anyagból, am amit amúgy is felhasználsz, tehát mondjuk díszpárnál, terítőn, stb. Ez mindig két részből tevődik össze, egyszer van a szerkezet, és egyszer van a szövet. Mi a szerkezetet tudjuk adni, ezt meg tudod rendelni a soban, a szövetet pedig kiválasztod, és akkor a varrónő megvarja neked a, a bambusz, akkor jó választás, hogyha neked fontos a természetes megjelenés. A bambuszról tudni kell azért, hogy általában ezek a, ezek a kis vékonyabb pálcás megoldások vannak most forgalomban, és ezek nem árnyékolnak nagyon, inkább csak szűrik a fényt. Tehát ne várt tőle azt, hogy be fogja sötétíteni a szobát. Viszont a természetes kellemes hatás abszolút megvan, illetve nagyon sokan viszik tőlem teraszra. Tehát a terasz árnyékolás, vagy inkább ott is az, hogy, hogy ne lássam be a szomszéd, erre teljesen jól megfelel. Hogyha, hogyha bambuszra van szükséged és árnyékolni szeretnél, akkor lehet legyártatni ilyen szélesebb lamellákból, megkereshetsz minket is, de vannak rá nagyon jó gyártók. Hogyha pedig ezektől nagyobb, tehát 120-150-es üvegfelületnél nagyobbat szeretnél árnyékolni, akkor ez legyen vagy szalagfüggöny, vagy pedig panelkarnis, mégpedig azért, mert ezek teljesen biztonságosan mozgatnak egészen nagy súlyokat is, nem szoktak elromlani, de hogyha valami mégis elromlik, egy kis alkatrész vagy szövetet cserélnél, viszonylag egyszerűen meg lehet oldani. Ezekről másképp, máskor fogok beszélni a panelkarni, és az, az egy háromórás előadást is érdemel. <laughs> Jó, most most ennyit. És akkor térjünk át a normál rolettára. Erről ígértem egy, egy részletesebb ismertetőt még pedig azért, mert nagyon sok mindennel nem vagytok tisztában, ezzel találkozom ugye nap, mint ahogy. Most tavasz van, ugye főleg most van a szezonja, és nagyon sokan bejöttök megkeresni ezeket. Mi a Gardiniának a termékeit forgalmazzuk, és hogyha annyit tudok elmondani, hogyha itt is a választanod kell, méretet, milyen méreted legyen, akkor nézd meg először is az ablaknyílást, és döntsd el, hogy hogyan szeretnéd árnyékolni azt az egész ablaknyílást, vagy pedig csak az üvegfelületet. Hogyha az egész ablaknyílást szeretnéd, akkor leméret szélességet, magasságot, és akkor attól egy kicsit ö, nagyobb rolettát kell választanod. Ö, például, hogyha tegyük fel, van egy, van egy ö, 75x120-as ablaknyílásod, akkor oda, itt van oda a, ro a gardénia roletáknak a méretezését, teljesen jó lesz majd a 80x150-es roletta. A 80-as ugye betakarja teljesen a, a nyílást, egy picit túllóg, a 150-es az bőven betakarja, de e, itt mindig megkérdezik, hogy mit csinálják azzal a 30 centivel, ami nem lóg le semmit. Tehát az senki nem látja, hogy neked ott mi maradt feltekerve, 10 centi vagy 100 centi, az ott bőven elfér. Hogyha szeretnél legyártatni egy rövidebb egyedit, hidd el, hogy olyan kettő-háromszoros árral kell majd számolnod. Hogyha ide a falra fúrod föl, tehát hogyha az egész nyílást akarod, akkor készíts elő csavar, tiplit, fúrószerszámot. Ezt másképp nem lehet. Sokkal jobb, hogyha magát az üvegfelületet fogod árnyékolni, tehát leméred, maradjunk ugyanennél a nyílásnál, ez a 75 x 120 ast mondtam, itt különböző ablakgyártók vannak, de tegyük föl, hogy mondjuk van egy, ennek egy üveg 60 x 90 es üvegmérete. A 60-asra jó lesz a Gardiniától a 61-es feles Roletta. A magassága az itt is 150, nekünk csak 90 van, de nem foglalkozunk vele, nem tekerünk le, annyit nincs gond. Jó? A, tehát így kapod meg a Gardiniának a, a, a rolettáit, hasonlóan a többi gyárnak is. Tehát így ö, ö, emeled le az üzletben, vagy vagy, hogyha webshopon rendelsz, ezt kapod meg. Nagyon fontos, hogy ne úgy választ rolettát, hogy ránézel szemre, hmm, nekem kb. ekkora az ablakom, jó lesz, nem lesz jó. Először is azért, mert itt, és például ezen a részen van a tartozék, és nem látod, hogy meddig ér a, a szövet. Tehát ezt nem lehet megúszni, le kell mérned az üvegfelületet. Itt it lehet játszadozni vele tehát van, amikor többféle mérethatár is jó lehet, de vedd figyelembe azt, hogy az a jó, hogyha az üveg üvegfelülettől kb. 2-2 centivel szélesebb a, szövetméreted, mert meg kell nézned azt is, hogy egyáltalán fel tud fogatni az adott ablakszányra ezt a rolettát. Tehát, hogyha mondjuk maradjunk itt a, a 60x90-es üvegméretnél, ennek lehet, hogy van mondjuk egy, egy 70, 70 centi széles maga nyílószány. Tehát nekem fel kell tudnom fogadni ezt a 61 és felest oda a, a magára a tokra is, már pedig a, a konzol, miatt mindig sokkal nagyobb a szélessége a rolettának, mint amikor csak a szövetet mondom, mert a szöveten kb. 2-2 centit jobbra-balra még túllóg. Tehát, hogyha van a 61 és feles szövetű rolettám, annak kb. 65 lesz a teljes helyigénye, és ezt fel kell, hogy tudjam odafogatni. Mégpedig azt is jó, hogyha nem egészen a szélére fogatod, mégpedig azért, mert ugye ez kiáll egy kicsit a, az ablaktól, kb. ennek is olyan 4 cent és azt hiszem a kiállása, és ahogy nyitod az ajtót, vagy az ablakot, ez a kiállás, ez neki tud ütődni a, az oldalfalnak. Tehát erre mindig figyelj, hogy ha tudod, hogy mikor ütődik már neki, akkor vagy szólj az egész családnak, hogy te nyissák ki annyira, vagy még biztosabb, hogyha teszel oda valami kis ütközött, hogy ne is tudják jobban kinyitni, mert ha kinyitják nagy durral, neki csapják a falnak, akkor törik az egész alkatrész, és tudjuk cserélni. Az a jó hír, hogy van rá egységcsomag, de ne legyen rá szükség. A másik dolog, amikor még törni szokott az alkatrész, hogy ebben a csomagolásban van kétoldali ragasztószalag. És sajnos itt a papír hátulján a gyár is javasolja a kétoldali ragasztószalaggal való rögzítést, de ez nem jó. Tehát, hogyha próbáltál már otthon ilyen kicsi, kis öntapadós akasztóra felrakni konyharuhát például, akkor láthattad, hogy általában az is pillanatok alatt leesik, bír egy-két napot, és utána leesik a konyharuha súlyától. Na most ennek azért nagyobb a súlya, mint egy konyharuhának, tehát nem fog fent maradni, úgyhogy arra kérlek a két oldali ragasztószalagot tedd félre, itt az alkatrészekből össze lehet rakni egy ilyen kis kampos akasztót, azt beülteted a nyílószánynak a felső részébe, és azzal teljesen biztonságosan ott fog maradni. Meg szokták tőlem kérdezni, hogy jó, de hogyha ezt beakasztom oda, akkor becsukhatom mert utána becsukódik-e maga az ablak. Becsukódik. Nálunk az üzletben azt hiszem 5 hasonlóan felrögzített termék van, nyilván egy roló, és még egyéb vitrás vannak fönt nekünk. Mindegyik az ajtón levő gumitömítés szorítja össze tehát a, a gumitömítés helyére fog kerülni a kampó, tehát nem, nem veszel plusz helyet, teljesen ugyanúgy becsukható az ajtó. A felrakásról, tehát itt találtok a hátulján ismertetőt, a, a Youtube-on is vannak fent videók, illetve mi is készülünk, nem sokára fent lesz nekünk is egy magyar nyelvű szerelési útmutatónk erről a méretet azt így választ ki, lehetőleg a nyílószányra ted, ott mérd le az üveget, mielőtt vásárolsz, mindenképpen mérd le az üveg szélességét, magasságát. Amikor egy terméket megnézel, a Gardiniának például ez a, ez a minirolója, ennek úgy van a méretezése, hogy ez a szövet méretét jelenti, tehát hogyha rajta van úgy fél, akkor ott fél a szövet szélessége. Vannak azonban olyan gyártok, illetve a Gardéniának is vannak olyan termékei, ahol nem a szövet szélességét tünteti fel, hanem a teljes helyigén, tehát abban már benne vannak a konzolok is, és ezt mindig nézd meg, hogy hogy ez miről szól. Hogyha interneten vásárolsz, akkor ott kell, hogy legyen a leírásban, hogy a méret mire vonatkozik. Hogyha pedig a, egy, egy üzletbe mész be, akkor meg kell nézned, kell, hogy legyen rajta valami hasonló jellegű kis rajz, ahol mutatja, hogyha rajta van egy plusz-minusz, akkor, akkor, abból ki tudod, el tudod dönteni, hogy akkor ez most a, a szövet mérete, és ahhoz kell hozzárakni, vagy pedig ez a teljes helyigény, és abból kell levonni, hogy a szövetméretét méretét megkapd. Ha nem tudod, mindenképpen beszélj akkor egy eladóval, mert ha felbontottad a csomagot, senki nem fogja visszavenni tőled, és nagyon kellemetlen, hogyha vagy nem fér fel, vagy, vagy, vagy kilátszik mégis az ablak. A, tehát a méretezést így lőd be. A szövetben a gardéniának kétféle minősége van, az egyik egy ilyen fény áteresztő, sajnos már csak ezt a négy szint tartották meg, mondjuk azért, mert sokkal jobban fogy, nagyobb az igény az úgynevezett termorolójukra. A termoroló, ez nem a hideg ellenvéd, ha már mindjárt rögtön arra gondolunk, ez a meleg ellenvéd, mégpedig úgy, hogy a szoba felől van, van ugye egy ilyen színes változata, és az utca felől pedig mindegyiknek egy ilyen ezüstös hővisszaverő felülete van. Tudod, mindegyiknek ilyen. Egészen jó a hatásfokuk, tehát volt, aki be, berolózta az egész nappalit, és azt hiszem 6-7 fokot mondott, hogy annyival sikerült az előző állapothoz képest lehűteni nyáron a, a, a nappalinak a hőmérsékletét. Hmm. Jó. A, a, többi gyártó termékeivel, hogyha találkoztok ott is, körülbelül mondom, ugyanez van, tehát ugyanígy van benne egy roletta, ami egy fémcsövön van rajta, és akkor be kell dugni az alkatrészeket, illetve kicsit összelegózni. Ritkán van, amikor nem sikerül valakinek, tehát van, hogy hozzám is visszajönnek, összerakjuk ott az üzletben és kész. De például, hogyha, hogyha párodnak hazaviszel három darab ilyen rolót, az elsővel kicsit megküzd, viszont utána a második, harmadik az már így fog neki menni, és nagyon büszke lesz, hogy milyen ügyes volt. Ennyit kell tudnod a, a roletákról, így hirtelen. Hogyha a Roletta 2021 kódot beírod a rendelésed végén, akkor kapsz rá 5% kedvezményt 2021. május 31-éig. Szia!